Kedves nézőink, úgy itt vagyunk a Nyíregyházi Valmusz étteremben, a Nyíregyházi Állatpark éttermében, a kifejező szekvőkező adásával. Mellettem Pannus Komancsai kollégám, még mindig, mert kollégám mindig valahol Hawaii-on van, talán a repülő lerobbant, vagy a hasonló, és nem érkezett még haza, de hát ráírt, hogy jó helyen van, biztos, hogy jobban lesz, hogy megért fog érkezni. A mai alkalommal fogunk készíteni egy tálételt. Így van. Jó? Ez egy füstölt, csülkös, tejszínes, zöldséges tészta lesz. Mi a különlegessége? Ugye a tésztának érdekel, hogy eddig nézzük, a tésztának elég érdekes színe van, ugye? Ez egy teljes kérdés tésztán fogunk dolgozni. Azt mondják az okosok, hogy ez egészségesebb, mint a sima fehér tészta. Szerintem a füstöt csak egészségesebb, a csillag az egészségesebb. Biztos. Fogjunk hozzá, Manci. Rendben. Volt már jelentkező a előtatásnak a nem, sajnos kérdésen? Még nem. Újra fejlem kérdésnek, hogy figyelmét, hogy Mancika, jó parti! Félhez kéne adnom, de hát nem tudom, hogy fog-e sikerülni. Előttesen egy kicsi fokhagymát majd le fogjuk íteni ebbe az olajba, jó? Rendben. Én elkezdem a csülköt finomra összevagdalni. Megy be egy kis zsíros rész is, megy bele, megy be a sovány rész is, ugye ki hogy szereti. Most szépen a soványat fogom belevágni. Jöhet bele a fokhagyma, Manci, meg vagy. Miért Manci a Manci? Ugye az a kérdés, hogy Marci az a neve. De apukája elárulta, hogy a lánynak készült. Hát én meg kérdeztem Mancinak, úgyhogy ez a név már rá fog ragadni, igaz? Hát már rá. De már megszoktam, úgyhogy már nem gond. Hát már volt rá idő, elég rendesen. Úgy akarsz, hogy még a fokhagyma. Miért kell tenni a fokat olajba? Kiengedje az ízeket. Ízünk, de van. Hogy én tudom, hogy értedek a fokhagymának, hogy nagyon-nagyon jó a csúvaj. Csak ugye ez hamar meg is ég. Hát ezek a füstölcsülköt. Az egészet összepénítja. Azt kérjen szépen felett, hogy zöldséget kezdjük összevágni. Mit fogunk beletenni ebbe a... Hát bármit tehetünk, most zárlár lesz benne, trikolór paprika, egy kis csípős paprika, esetleg mire hagyma. Jó. Besegítek, jó? Rendben. Ugye? Lesznek olyan színek, Manci? Találtunk, illetve nem is találtunk, érzem már nem. Szerencsére van. Ha akkor sem, nem tettünk bele, nincs bele. Ah, sajnos hagymáját vagyok, úgyhogy nincs bele tenni. Elég is lesz, ez majd lesz a másik oldalra. Kicsi ízet nem tök alá. Megkapja a fokhagymától. Ugye a csillag az megvan a fő már, igaz? Így van. A zöldségfölcsik összefogatjuk. Így van. A zöldségfölcsik összefogatjuk. Sepjárd be a légy szélső dolgaidat. Már is adom. Így a fokhagymának, a fokhagymának. Köszönjük szépen. Köszönjük meg egy kis borsot. Meg egy kis só. Esetleg még egy kis csípős paprikát lehet hozzátenni? Hát, egy kicsit. Nem sokat. Csak az íze vége. Megszokásban, ugye? Az egészet egy tejszínes pici lével összefogadjuk az egész
minket. Íz, zaftosabb lesz, mátasabb lesz az ételünk. És most ugye várunk. A kollégám írt képes napot, hogy ráér hazajönni, úgyhogy... Nem siet sehova. Nem. Lehet, hogy gyalogjön, hallod? Lehet, lehet. Lerobbant a repülő, gyalogjönnek. Picit várni kell még a zöldség, picit veszik zöldségfélre, megnézzük, van-e kóstoló kanalunk. Természetesen nincsen. Nincsen, de villán kettő is van. Így van. Villán kettő is van. Megmondjuk a dolgot. Nem sótlan. Viszont egy kicsit talán csíp. Na de ez már nálunk egy megszokott dolog. Szerencsére szeretjük a csípőséget. Mi lesz a nagy eszel? Szakát szeretnénk venni. Nem mondd már, és hol? Hát itt a bambuszban. A bambusz étteremben? Na, megbeszéljük majd. Tváltalanásra? Gondoltál-e? Igen. Még nem tudom merre, de igen. Hát először is érettségi mindenféleképpen, így van, ugye? Így van, az alap. Utána még majd nem szabad megállni. Igen, tudom, mi van írva Jobb sírkövére. Befejezte tanulmányait. Addig nem áll mindegy. Tésztát már majdnem csak a végén adjuk hozzá. Én picit paprikát vastagolni. A paprika még ugye ilyenkor elég vastag a paprika, és nehezen esik összefele. És azt szeretném, hogy picit összefele. Látom már a pórihagyma. A többi zöldségfél az már rendesen össze is van. Egy picit még a paprikán kellene. És akkor elfogjuk is akkor. Mondjuk ennyi tésztát összekeverjük. Ugye a tészta rendesen hagyományosan ki van főzve, ugyanis sós vízbe. Elég színes is lett az étel, igaz? Nagyon szép színek vannak benne. Picit csak összerottyantjuk az ételt, és akkor készes legyünk alá. Veszünk egy tálaló eszközt. Te nem egy diétás étel lett? Nem, nem. Isten ments. Egy kis dísztés kell szépen ráhelyezni. Egy pici petrezselyet látunk? Igen, mindenféleképpen kérném szépen. Elkészült a tejszínes, füstölcsőkös, zöldséges tészta. Mindenkinek jó ételt kívánok hozzá. Jó étvágyat kívánok. Viszontlátásra. Viszlát.